A Virágos Kút Kft. Igen nagy elismerésben részesült. Mit lehet erről tudni? Valóban nagy az elismerés, hiszen körülbelül egy Michelin csillagnak felel meg. A Natur bivajsajtunk, félkemény érlelt bivajsajtunk nyert egy csillagot, amit tulajdonképpen mondhatnánk ételoszkárnak is, vagy az éttermek tekintetében egy Michelin csillagnak. Ez a megmérettetés világszínvonalú, körülbelül 14 ezer termék nevezett mindenféle kategóriában, a csokoládétól, az italokon keresztül, a teákig, süteményekig, sajtokig, olajok, fűszerek, tehát rengeteg széles a kínálat. A zsűri sem egyszerű, ugyanis körülbelül 500 zsűritag zsűriz vakon, kétkörös rendszerben, és ez alapján választják és osztják ki a csillagokat. A 2020-as versenyről van szó, ugye, csak most lett az eredményhirdetés. Indultunk a Natur bivarsajt mellett még egy termékkel, ami külföldön is nagyon nagy kedvenc, a füstölt csemege mangalica szalonnánk. A probléma az volt, hogy nem volt ellenfele, tehát nem talált megmérettetésre, hiszen ez nem békön, és mondjuk Angliában, vagy a világ többi részén nem ismerik. Ez tulajdonképpen ott nekik csak zsír. Úgyhogy maradtunk egy termékkel és egy csillaggal. Hát állítólag ez egy világszintű megmérettetés, azt gondolom, hogy kell, hogy jelentsen valamit, és azt gondolom, hogy több csillagot is kell, hogy kapjanak a termékeink. Az idén újra próbálkozunk, más ízvilágban, más termékekkel esetleg, de legalább felhívta a világ figyelmét Virágos Kútra, és arra, hogy igen, itt készül egy olyan sajt, amit érdemes mindenkinek megkóstolni. Hol érhető el ez a sajt, ez a termék? Hol tudják megkóstolni, akik kíváncsiak rá? Ezt a sajtunkat, és ezen kívül még nagyon sokfélét, vasárnap a Virágos Kúton, a Pásztor találkozón, illetve rendszeresen a biopiacainkon, a webshopunkban megrendelhetik, illetve az ország több biopoltjában is megkapják. 21. alkalommal gyűlnek össze a pásztorok Virágos Kúton. Augusztus 27-én, vasárnap, ünnepélyes, meghitt keretek között ismét fellángol a pásztorok tüze. Miközben a biófőzőversenyen résztvevők bográcsokban főzik majd kedvenc, hagyományos ételeiket. Kóstolók, meghitt hangulat és autentikus élmények sorra várja a kilátogatókat Rózsa Péter biogazdaságában. Arról, hogy milyen értékeket szeretne népszerűsíteni, átadni az emberek számára, és hogyan is zajlik majd a vasárnapi rendezvény, ő maga beszélt nekünk. Vasárnap nagy eseményre készülnek itt Virágos Kúton. A 21. pásztor találkozó és bioétel főző verseny, ami tulajdonképpen a verseny szó nem is a legjobb rá, mert jó pár éve, még Boros Laci bácsi idejében áttértünk az értékelésre, és nem a alá fölé rendelt viszonyhoz, mint magyar szokás az, hogy egy ilyen versenyen egy melyik a jobb pörkölt, ez nagyon, szubjektív megítélés. Viszont ha egy valamiben valaki jól csinálja, vagy azt ki kell emelni, és ettől el kell tanulni, nincsenek titkok, nem az a lényeg, hogy milyen fértvéződött titkot, hogy akarom, hogy tudja meg átadni ezt a közösségnek, kisebb-nagyobb közösségeknek. Nagyon sok felőről érkeznek emberek Soprontól, Biadiószegig, Egertől, Szentgotthárdig, hát a környékbeli településeket nem is kell mondjam. Ha jól tudom, érdemes autentikus kiegészítőkkel készülni a versenyen résztvevőknek. Milyen előnnyel jár ez? Nem az előny a legfontosabb, hanem az, hogy ha magyarok vagyunk, és nem csak a személyigazolványunkban van beírva, hogy magyar állampolgár, úgy is kell éljünk. És akkor ennek egyik része a viselet, a viselkedés, és a főzőcsapatok is ingyen kapják az alapanyagokat, de csak akkor, ha a viseletben vannak. A viseletet két nagyon feletes szakember, ugye dr. Vajda Mária, Balmazőváros díszpolgára, meg Galánfi András, meg Szoboszló díszpolgára, meg Művészet Akadémia tagja, népművészet mestere, és még jó pár díja van. Ők fogják bírálni, nem kell rá nevezni, ők megszólítják, és ha jönnek például Székelyföldről, és főznek itt, én nem is tudom, hogy főzik-e, vagy sütik-e valami bóc nevű. Legalább fel tudjuk venni a székely ruhánkat, mert nincs hova felvegyük nagyon kevés helyre, és ennek is örülök, vagy jön az Állami Népi Együttesből, Kis Balázsék, vagy Kis Csészből jönnek a cimbi, háromszoros aranysarkantyús táncosok,
itt lesz Szarvas Jóska, ugye, aki Kónya szülöttje, vagy Molnár Laci, aki Vókonyasi pásztorból lett, vagy Hortobágyi pásztorból lett, most már éres színész, és hát Kaló Imrétől kezdve nem lehet felsorolni se azokat a hírességeket, akik eljönnek, a kézművesek színejava továbbra is egy válogató mennek keresztül, tehát ide nem jöhetnek ilyen gumiugrálók, de van helyette Petrovics Sanyi játszóháza, lehet venni olyan szalmakalapot, hogy ne baseball sapkába kelljen itten az újváros embereknek éltetni az amerikai kultúrát, mikor van nekünk sajátunk, vagy a hajdúnánási szalmakalaposok is itt lesznek reményeink szerint. Hirtelen Vajda László fog tüzet gyújtani, ő is a népművészetmestere, Magyar Művészet Akadémia tagja, hogy a pásztor tűzgyújtással emlékeztessünk erre a mai világban letűnő, félbelévő, hogy ma sok mindent védünk, próbáljuk, fákat, növényeket, virágokat, madarakat, de a legnagyobb védelemre a parasztember szorulna, aki kiveszett. Hiszen Balmazújvároson is ma alig van olyan ember, aki hagyományosan művelő a földjét, hagyományos termékeket csinál, és nem a uniós törekvéseknek ez a liberális, monokultúrás gazdálkodásba, ami persze egyszerűbb, meg könnyebb megbízni a X céget, hogy na, vegyszerezze le, vagy szántsa föl, vagy... És a pásztorság, ez a magyarok ősfoglalkozása, amely több ezer éves és utolsó bástyája a Hortobágy, erre kell rámutasson, hogy még mindig vagyunk, és még leszünk, és ugyan tisztában vagyunk azzal, a politikusok sajnos hallgatnak róla, hogy 2028-ra a fele állatállományra kell csökkenteni az Európai Unióban az állatállományt. Ugye ma is történnek ellenőrzések, történnek intézkedések inkább. Ezt megszavazta Európai Unió minden kormánya, elfogadta. Ha rá lett kényszerítve, most nevezzük így, nem mondom, hogy dalolva mentünk ebbe bele, de azért az elég furcsán. Ha belegondolunk abba, hogy mit jelentett a rendszerváltás, mit jelentett a TSS-ítés a magyar, mondjuk lóállományra, vagy a szarvasmarhállományra, most ez felőle csökken. És az is mind zárt rendszerbe lesz. Zárt istállókban, kényszerlevegős programokkal, és nem szabad tartásban, akkor hova fog ez jutni? És hát a pásztorok, betyárok ez ellen küzdöttek 150 éve a folyólecsapolások ellen. Ma küzdenünk kell a műhúsok ellen, mert tulajdonképpen ez a lobby, és hallom, hogy ezek a propagandák, amik ma mennek, és folyamatosan megdőlnek, és most még jöttem ki arról, hogy mennyi vakcinát kell bevegyenek a 12 éves lányok, és csak ne tudnám azt, hogy hány kollégámnak, barátomnak a lánya sajnos vált meddővé pont a védőoltások miatt. Lehet ezért megköveznek az orvosok, de nem tudja senki, mik vannak a védőoltások, mint ahogy a Covid védőoltásban se tudjuk. Ezzel ellen küzdenünk kell. És minden létező fórumon hangot kell adjunk annak, hogy nem kell elfogadjuk ezt a globális törekvést, amely kiértje hát az állatállományt, vele az embereket, egyre fogyunk, és valamit tennünk kell. Ugye pásztortalálkozó erről is szól, de legfőképpen itt jól érzik magukat az emberek, reméljük, ugye jó a szemnek, mikor ugye több százan vannak viseletben, jó ételeket főznek ki, persze így, ki úgy, a legkülönfélébbeket, és hát megérik azt az érzést, amit már kevés helyen lehet megérni, mert mindenféle programok futnak különböző falunapokon, nem tudom, Balmazújvároson most volt nem régen, nem vettem részt benne, de nem tisztem, hogy bíráljam, de nem ezt a kommersz dolgokat kell. Van nekünk olyan hagyományrendszerünk, amire büszkék lehetünk, és ha ilyen tolmácsok jönnek, mint Szarvas József, vagy Molnár László, vagy az Állami Népi Együttes, vagy még sokan, akkor éljünk ezzel, és érezzünk rá arra, hogy ez jobb és több, mint amit ma ez a liberális, globális világ akar nekünk adni. Nevezhetjük egy közös kiállásnak a természetesség és a hagyományok mellett. Szokott ennek lenni egy ünnepélyes felütése is a rendezvénynek. Idén ez várható-e?
ez a legfőbb momentum. Ugye kiszólítjuk a 12 örökös pásztort. Az idén ugye még egy nagy dicsőség van, Árvai Sanyi bácsi 88 éves pásztor népmészetmesteri címet kapott múlt héten. Ugyan már nem biztos, hogy el tud ide is jönni, mert nagyon megromlott az egészsége, de ez is egy megbecsülés ennek a közösségnek. Ki lesznek szólítva azok a pásztorok, akik még űzik ezt a... Tehát kim vannak ezen a melegben is az állataik mellett, és eljönnek ide, akár kisújszállásról, akár a nyírségből, akár a környező településekről. Ez egy a legszebbik momentuma. Bárdos Ildikó, akinek szintén van kötődés, hiszen tanított Balmazújvároson, az elment pásztoroknak az emlékére, meg néhány más embernek, például Makóvec Imrének, vagy Makoldi Sándornak, akinek itt sokat köszönhetek itt ezen a helyen is, vagy Kovács Béla, teknővájó barátunk, tavaly ment el tőlünk, minden pásztor találkozón itt volt, nagyon sokat segített, tehát egy közösségnek része volt, és hát sajnos még tavaly itt volt, nagy beteg volt, de eljött utoljára, és most ezeknek a emlékére is gyúl meg a pásztortűz, és énekeljük el az Elment a madárkát közösen, vagy hallgatja ki, milyen vérmérséklettel van Ildikótól. A rendezvény paramétereiről még ha egy pár gondolatot megosztana velünk. Mikor kezdődik a rendezvény, szabadon látogatható-e bárki számára? Igen, bárki számára ingyenesen látogatható, sőt, rengeteg ingyenes kóstolók vannak, nagyon sokan főznek, oda lehet menni, lehet kérni egy kóstolót, persze ez nem egy Weiling birkapörköltre gondolok, vagy bármi más ételek is lesznek, amik nem csak pörköl. 10-kor kezdődik az ünnepélyes része, és hát 3-4 órakor lesz befejezve a tombola húzás, értékelések, a zsűrik, komoly díjak is vannak, ugye mindegyik zsűri ki fog osztani legalább egy malacot, egy bárányt, ezzel is ösztökélve az embereket arra, hogy ne fűnyére út vegyenek, hanem tartsanak bárhányt, hiszen aztán más nem megeszik karácsonykor vagy húsvétkor, és nem is olyan hangos, mint a fűnyíró, és lehet használni. A malacot meg, hát ugye a margarinok meg az olajok helyett lehet, hogy a családi szemeten megél egy mangalica, amiben azért nagy rész zsír van, és az a zsír nagyon egészséges és jobb ízű, és amennyi ételmaradékot ma kidobnak az emberek, azon bőven meg fog nőni, és már nagyon pici beruházással meg lehet, hogy is mondjam, egy hétre is el lehet menni a Balatonra, az a disznónak van olyan önitató rendszer, amivel nyugodtan el lehet menni, és még szomszédokra se kell hagyatkozni. Ez mind elérhető, sok minden mi haszna dologra költenek az emberek. Ugyanilyenek a gyümölcskóstolók, tujafa helyett úgy is kiszáradnak, látjuk, hogy mennyi baj van a tujákkal, legalább ültessenek almafát, és próbálják egy kicsit a saját örömükre, a saját, hogy is mondjam, boldogulásokra kicsit más utat választani, mint amit most sugall ez a csili-vili, könnyed életre buzdító világ, ami nem vezet sehova, mert arra ösztökél bennünket, ne csináljunk semmit. És hát a kertünk is minél kisebb legyen, hogy ne kelljen füvet nyírni. Nem ez a mi útunk, magyaroké. És az egész világé sem. Ma már ugye ez ilyen szinten bántja az embereket. A disznónk van, lehet, hogy lesz fecskénk is, mert lesz légy, és nem biztos, hogy polgármestereknek szúnyogírtásra kell költeni a pénzüket, mert ahun szeretnénk egyrészt, hogy legyenek állataink, legyenek fecskénk, gólyák és más madarak a környezetünkben, Dunántúlon, nyugaton már nincsenek. Még nálunk van Balmazújvároson, de ha van disznónk, akkor lesz légy, és akkor légy lesz fecske, és boldogok leszünk, és lehet, hogy azt a szúnyogcsépést is el lehet viselni, és lehet, hogy a turista se azért jön ide, mert nincs szúnyog, hanem azért, mert van fecske.